Filmekkel megyünk tovább, vendégünk Drabancem Róbert, aki a témában mindent tud majd nekünk. Ugye 14 milliós nézőszámmal zárták az évet a magyar mozik, mármint a 2018-at, na csak kimondom a lényegét. Mi lehet ennek az oka? Ez az elmúlt évekhez képest jó eredménynek számít? Hát, ha a magyar filmről beszélünk, ugye van egy ilyen nagyon sajátos helyzet napjainkban, mert egyrészt nagyon megosztott a film, bár nem tűnik úgy kívülről ránézve a filmvilágára, de ezért nagyobb megosztott. Különösen azért, mert a rendezők, illetve az alkotók egy része hát a mai finanszírozási rendszerrel szemben áll. Más részük viszont ezt rendkívül pozitívnak tartja, és nagyon jónak tartja. Tehát így az alkotók között is van már egy vita. Ebből következően amiatt, hogy filmbe pénz áramlott, ennek az lett a végeredménye, hogy nagyon-nagyon sok szórakoztató film készült. Na most akkor ettől kezdődően nem egy olyan bonyolult dolog, hogy minden évben egyre többen járnak moziban, mert hát valójában a magyar film kiszolgálja a közönséget, megpróbál olyan szórakoztató vagy műfajfilmeket készíteni, amelyek vagy már népszerűek voltak, és akkor elkészül a x-edik folytatása, vagy pedig hát egy olyan műfaj, ami általában a közönség nagyon kedvel, akkor egy olyan műfajban készülnek ezek a filmek. Úgyhogy ebből a szempontból akkor nem kell meglepődnünk, hogy nem a művészfilmek, bár ha majd beszéltünk a művészfilmekről, ez sem teljesen igaz, de hogy nem a művészfilmek hozzák az igazi nagy nézőszámokat, hanem a szórakoztató műfajok. Igen, ugye itt több műfajt is érintettünk rögtön az elején. Melyek a legnépszerűbbek, ami a legtöbb emberbe vonzza manapság a mozikba? Hát persze a vígjáték, az mindig marad, az klasszikus szórakoztató rész. Érdekes módon a zenés filmek nagyon népszerűek, bár a számomra furcsa, de attól függetlenül népszerűek a zenés, vagy a zenés dolgok is. Hát akciófilmbe is készült, bár 18-ban magyar akciófilmek is készültek, bár azt a legnehezebb amúgy elkészíteni. Tehát az egy ilyen nagyon speciális filmműfaj, ami ezt tényleg nagyon kell érteni. Különösen a ritmusa miatt fontos a dolog. Ebben azért nem vagyunk annyira nagyon jók, de hát például az akciófilmek is nagyon kedveltek a nézőknél. És ugye itt van még a közkedvelt animációs film kategória. Yes. Például ugye a Gru, ami manapság letarolta az egész mozivilágot. A gyerekek és a felnőttek egyaránt imádják. Animációs film tekintetében hogy állunk? Hát animációs film tekintetében mi nagyon sokat, mármint most akkor a Krúdy Gyula átmoziról beszélek elsősorban, nagyon sokat vetítünk. Ez azért van egyrészt, mert támogatott az animációs film, persze nem a hollywoodi verzió, hát ennek van akár a magyar, akár az európai filmben vannak ilyen animációs kísérletek. Másrészt meg, ha valaki eljön egy animációs filmre, akkor valószínűleg hozza a gyerekét is, a gyerek hozza a nagymamáját, nagypapáját, szülőket, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó bevételforrás az animációfilm, mert nem egy ember megy el, hanem egy nagyobb közösség. Konkrétan moziba. Családi program. Így nagy van, családi program. Családi program, mint hogy bábszínházba is családban járnak az emberek így animációs filmekre is. Akkor itt nem kell csodálkozni a nézőszám magas számon. A mozik általában specializálódnak is erre. Mondom amiatt, hogy különösen az európai animációt támogatja a különböző források, másrészt pedig amiatt, hogy hát automatikusan behúzza az embereket. Tehát nem kell különösebben semmit tenni azért, hogy jöjjenek, ez automatikusan jönnek. Igen, és ugye nem csak az animációs filmek azok, amik nagyon népszerűek voltak az elmúlt években is, hanem a sci-fi. 2017-ben például a Star Wars az gyakorlatilag robbantott minden kasszát, és szenzációs bevételeket hozott. Hát abban most hagyd ne menjünk bele, hogy ez kifé a Star Wars, mert szerintem nem, mert ugye nem akarunk most itt műfaj elméletekkel foglalkozni, de a fantasztikus film azt lehet mondani, de hogy nem kifé, az szinte biztos. Ugye, mert ez kifé az valami olyasmi lenne, amiben a tudomány játssza a főszerepet. Na most ott a Star Wars-ba minden a csak történet játssza a főszerepet. Tehát egy olyan klasszikus hollywoodi séma, csak éppen nem Los Angelesben játszódik, nem New Yorkban, vagy nem Nyíregyházán játszódik, hanem a Marson, vagy egyéb más. Egy távoli galaxisban játszódik, amely valószínűleg így nézhet ki, és akkor ott is vannak ilyen szerelmi történetek. Tehát ez egy klasszikus, romantikus film, amelynek egy ilyen sajátos környezete van. Valószínűleg persze, aki sokat foglalkozik filmmel, persze jól tudja, hogy az mit jelent az emberek számára az elvágyódás, mit jelent az illúzió, és hát mi ezt az elvágyódást is, ezt az illúziót nyújtja számukra a film, ezért népszerűek lesznek. Bár nem mindegyik.
Tehát most a szólófilm, ami utoljára ment, mi is vetítettük, azért az nem lett akkora nagy siker, sőt én úgy tudom, hogy még a forgatási költséget se érte el még jelen pillanatban, és még a marketing költségről nem is beszélünk, ami azért szintén egy jelentősebb összeg szokott lenni így a büdzsén belül, de hogy nem lett akkora siker, mint amit elválnának magától egy Csillagok háború, vagy ehhez köthető sorozathoz köthető filmről. Ez engem meglepett. Én azt hittem, hogy az is tarolt, tehát így a Star Wars az így húzta magával. A kritikái jó voltak a filmnek, tehát jókat írtak róla, az újszerűséget és ennek a karakter, amúgy is egy jó karakter a filmen belül, tehát ennek a karakternek így a sajátosságai, de érdekes módon nálunk se futott annyira. Tehát én konkrétan tudom, hogy a moziban se futott annyira, még akkor is, hogyha mi is tudunk 3D-be vetíteni, tehát hogy ez egy, úgy gondoltuk, hogy ez egy jó dolog, hogy 3D, és akkor több néző lesz. Szűk, a 3D-s közönség szűk, nem elég, nem jött át annyira a moziban a 3D. Szűkebb réteg, mint mondjuk a tipikus, hát nem is tudom, réteg filmek, vagy művészfilmeknek nevezzük ezeket? Hát nem, a tanár nem. Hát a legbelső kör az persze a művészfilmek világa, mert hogy azért oda olyan közönség jár, aki már pallérozott. Tehát a film pallérozottság szükségetetik hozzá. Hát ha valaki valamit nem ért, akkor az unatkozik. És akkor ha unatkozik rá, akkor úgy sem megy el megnézni. Tehát hogy azért kell egy beállítódás, előzetes tudások szükségetetnek hozzá. Meg hát igen, esztétikum, szép érzék, tehát csomó olyan dolog, ami nem egyértelmű, hogy megvan mindenkiben. Fogékony a magyar közönség az ilyen típusú művészfilmekre? Hát a magyar művészfilm, most akkor a magyarnál maradjunk, tehát ne az egyetemes, a magyar művészfilmekre igen. Hát egy ilyen városban, ugye megyeszékhely is, sok iskolával, sok értelmiségi, diplomázott, szóval van egy réteg, egy értelmiségi réteg, azok számára fontos. Nem csak az, hogy művészfilm, mert az már úgy kevésbé fut, de a magyar, az fontos. Hogy a magyar film, magyar művészfilm legyen, vagy akár magyar, hát csak így, magyar film legyen, az fontos. Igen, ezt mi is tapasztaltuk, egyre több a magyar film, látjuk és szeretjük őket. Én nagyon szeretem a magyar filmeket, és ráadásul én tipikus moziba járó vagyok, vígjátékfogyasztó vagyok, úgyhogy a magyar vígjátékokért meg végképp oda vagyok. Én nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad nekünk ezeket a dolgokat, és kívánunk rengeteg magyar filmet és nagyon sok nézőt a mozikba. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen.